Sziasztok! Köszöntelek benneteket újból itt ebben a videóban. Most egy DM rendelést szeretnék nektek megmutatni. Direkt kinyomtattam a számlát is, hogy tudjam mondani, hogy minek mennyibe kerül, vagy tudjam mondani, hogy minek mennyi az ára, mi mennyibe kerül, mert nagyon nagy macera utána visszakeresgetni, meg beírogatni külön az árakat. Úgyhogy fogom nektek mondani, jó? Bontom is csomagot. Ma kedd van, kedd délután. Egész pontosan, 6:45. Úgyhogy azért vagyok kénytelen már lámpafénynél videózni. És most hozták délután a csomagot olyan 3:30 felé. És vasárnap este rendeltem. Tehát tök gyorsan ideért. Ezt nagyon szeretem pukkazgatni. Itt valami hülye gyerek. Na. Mutatom is. Akkor egy kicsit arrébb tolom. Mik vannak itt nekem? Jaj, mennyi minden. Hát, hogy ki kéne inkább pakolnom. Na mindegy. Az első, az egy Domestos WC Rude, egy ilyen kettes. Ha minden igaz, akkor ez 800 forint volt. Itt van, WC Rude, igen, 799 forint volt, ez a kettes. És Blue Water és Pink Magnolia illatú ő. Hát reméljük, hogy fog is valamit érni, mert nekem ezek valahogy nem akarnak használni. Kettő darab nedves WC papír van benne, mindjárt nézem, hogy milyen márkájú ez. Sanftenssicher, hogy nem tudom, hogy hogy kell mondani. Soft, igen, biztos, nem tudom. Azt mondja, hogy ez ott van nedves toalett papír. 379 forint volt darabja, és 70 darab mind a kettő. Tehát 379 és 70 forint mind a kettő. Úgyhogy ebből vettem így. Kettőt. Akkor törlőkendő. Elmaradhatatlan, mióta ezt én Vivinél megláttam. Köszi Vivi, ezúton is. Kettő darabot rendeltem ebből az alapból, ebből a talán illatmentes, vagy friss illat. Friss illat. Ebből kettő darabot, és kettő darabot a görög dinnyésből, kettő darabot. És mondom ezt is, hogy ez mennyi volt. Ezt úgy hívják, hogy Denknit, ha minden igaz, igen. Univerzális nedves tisztítókendő, 499 forint volt, mind a kettő, az egyik friss illat, a másik pedig dinnye illat. Oké. Akkor ezt egy picit arrébb tolom, hogy férjek. Jó. Na, mi van még itt? Jaj, szegény egy kicsit behorpadott. Még jó, hogy ki nem folyt, mert ez pont a zsíroldó amúgy, szerintem. Igen. Ez az erős konyhai zsíroldó. Ugye felveszem a számlát közben, mert letettem ide a székre. Hol van? Itt van legalul, 639 forint. Szerintem amúgy nem drága annyiért, hogyha működik. Nem tudom, hogy működik-e, mert nekem ez a Völdám, vagy Veldám, vagy minek nevezik, az volt előtte mindig, és az tök jól működik, én nem tudom, hogy ez is jó-e, majd kipróbáljuk, mert nem szeretem, nagyon utálom a szagát, magát ez az egész nagyon erős vegyszert, de mégis van, ahol van viszont ez kell, mert mással ugyannyira nem tudom. Fú, ez is egy kicsit ezt a dobozt szerintem megütötték, imittamot, látjátok, itt is be volt horpadva. Ez kedvenc, ez a Denkmites kézi mosogatószer, citrom illattal, 1 liter 429, 1 liter 429, és nagyon finom illata van, és nagyon szeretem. Igen, akkor mi van még itt, hogy lássam? Igen, még van itt egy ilyen intim törlőkendő, ez egy 20-as kiszerelés, X-Appeal. Igen,
349 forint volt, 20 darab van benne. Jó, akkor mutatom még nektek. Van ebből az illatosítóból 3 darab, ez a Relaxing Zen. Szerintem ennek van a legjobb illata. Így ezek közül az Ervikkesek, vagy mi ez, Glade illatosítók közül. Mindjárt megkeresem, hogy ez mennyibe került, mert azt hiszem, talán 500 forint volt. Igen, Relaxing Zen. Igen, 499 forint volt darabja. Úgyhogy ez nagyon-nagyon finom, ezt nagyon szeretjük. Van még benne 2 doboz papír zsebkendő, ezt is mindjárt megkeresem nektek. Papír zsebkendő azt mondja, hogy először itt a Reginát mutatja, akkor azt mutatom én is nektek. Ez a fajta. Ez 90 darab, 3 rétegű, és a 4 darab volt 600 forint, ami azt jelenti, hogy 149 forint volt darabja. Ebből ugye vettem 4-et, itt van 2, és még 2 az 4. Aztán van benne még papír zsebkendő box, újrahasznosított papírból, 3 rétegű, 160 darab. Ez. Ennek jó a minősége, szeretjük, és azért vettem most. Ez 399 forint, és van még egy, az pedig 4 rétegű, 100 darab, 299. Ez pedig ez a zsebkendő. Úgyhogy ennyi lett volna az én kis vásárlásom, a kis DM haul videóm. Igen, kiürült a doboz, úgyhogy ha tetszett nektek, és tehát ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottatok, puszi nektek, sziasztok!